Sziasztok! Gyakran... Sziasztok! Ugyebár sok pályát kapok... Sziasztok! Sok pályát kap... Sziasztok! Ugyebár gyakran kapok... Sziasztok! Gyakran kapok pályákat... Blablabla... Sziasztok! Gyakran kapok pályákat, hát ugyebár daráló, és bár nem szoktam a resztón rendszerekről beszélni, de azért megszoktam néha nézni őket, egyrészt mert vagy érdekel, vagy mert egyszerűen kilátszik, mert nem takarjátok el rendesen. És akkor ilyenkor látok egyszerű, meg nem a legoptimálisabb megoldásokat, hát nem mindenki resztón sensei, tehát ez nem is elvárás, hogy mindenki a legokosabb rendszereket építse meg. A lényeg az, hogy működjön hibátlanul. Tényleg, az már csak a készítő dolga, hogy magának megkönnyítse a helyzetet azzal, hogy kevés kommandokot kell építeni, meg ilyesmi. Úgyhogy ezért nem is értékelem a restore rendszereket a pályán. Ebben a videóban az egyik ilyen, nem is tudom, jelenségről szeretnék beszélni, illetve mutatni egy jobb módszert. Arról van szó, amikor szeretnétek valamit késletetni, akkor általában mindenki ilyen repeatert rak egymás után, és akkor egy maxra van ugye állítva, hát régen csak ez a módszer volt. Most már a hoppereknek köszönhetően van egy másik, kisebb, okosabb megoldás, úgyhogy ezt szeretném most megmutatni, hogy így a pályákat is, hogy így segítsek a pályakészítőknek egy kicsit megkönnyíteni a dolgokat. Na, hogy miről is van szó? Kell hozzá valamilyen tárgytároló, én droppert vagy dispenzert szoktam használni, azt így lerakom. És fölé kell egy hopper, így a shiftet kell nyomni, és akkor tudtok mellé rakni, mert hát egyébként ugye belenéz. Hát azért mondom, mert sokan nem ismerik és szokták kérdezgetni, tehát shift, és aztán kattintok. Jó? És aztán ehhez kell egy komparátor, így, ide, és körülbelül ennyi. Ide pedig, amit majd szeretnék futtatni, sőt, illetve kettő, mert én szeretem a resettel együtt. És ezt pedig elindítani fogja. Rakok még egyet, majd mondom miért, és hát körülbelül ennyi. És ezzel tényleg egész sok másodpercet lehet akár késletetni, akármennyit, mert itt ugye most nem egy-két tikről van szó, hanem mondjuk 5 másodperc múlva jelenjen meg valami, hát az mennyi repeater is? Maximum 0,4 másodpercet késletetnek. Nem vagyok jó felszámoló, írjátok meg, hogy az mennyi repeater lenne. Na, a parancs, amivel el lehet indítani ezt az egészet, az úgy néz ki, hogy most így a chatbe fogom írni, a szemembe másolom, blockdata, ez egy blokknak tudom az MBT-t átállítani, nyomogatom a tabot, akkor lekérem a hoppernek a koordinátáit, és ide megadok neki egy tárgyat. Én szeretem a vaskardot beállítani, azért, mert az erősebb jelet küld, mert nem lehet stackelni, de egyébként bármilyen tárgy lehet. És akkor ID, Minecraft, Iron, Sword, vaskard, hoppá, ha valószínűleg kelleni fog a darabszám is, úgyhogy írok egy count 1-et, nem vagyok benne biztos, lehet, hogy ennek is működik, a biztonság kedvéért írok. Jó, ez az egyik. Meg is mutatom, ez egy tárgyat rak a hopperbe. Vagy nem, mert elírtam. Mert ez items. És így. Jó, tök jó. Tehát ugyanez csak items-el, igen. Szóval... És a másik, hát ez ugye most azonnal belerakja, de van a hoppernek egy olyan tulajdonság, hogy lehet neki késletetést adni, ez a transfer cooldown. Transfer cooldown, így néz ki, és tickben kell neki megadni, tehát ha 20-at adok, az 1 másodpercet fog jelenteni. Most írok 60-at, tehát 3 másodperc múlva kell majd felvillania ott a komparátornak. Pick. Tök jó. És hát ennyi a parancs. Megvan a késletetés. Ezt be is másolom. Ezt fog elindítani. Én nyomok egy szép parancsot, csak... Ezt, á.
és azt akarom, hogy 3 másodperc múlva legyen az, hogy B. És ide én egy resetet szoktam írni, hogy többször is lehessen használni, ne kell mindig kivenni a tárgyat pályaépítés közben. Az még egy blokkdata lesz, kivesszük a dropperből a tárgyat. Items, ugye most tudjuk, hogy ezt sem kell írni. Azt mondja, ez Z mentén 2-vel arrébb van. Így. És akkor, hogyha majd belekerül a tárgy, akkor kiírja, hogy B a chatre, meg ki is törli mindjárt, úgyhogy akár többször is, igen. Na most, ha így beledobom, ez így nem lesz 3 másodperc, tehát amit itt a transfer cooldownban megadok, az csak a következő tárgyra érvényes. Tehát ha én most ide beírnék mondjuk, hát mondjuk nem karda, hanem valami más nem stackelhetővel, illetve stackelhetővel, mondjuk lehet, hogy még ezzel is. Na mindegy, de kipróbálom. A lényeg az, hogy csak az elsőnél van 3 másodperc, aztán a következő megint az alapértelmezett, nem tudom hány tick. Ahogy bele se rakja. Nem tetszik neki, hogy itt 2-es van. Aranyos. Jó, nem stackelhető, nem fogadja el nagyobb számot. De ha stackelhető lenne, akkor most megmutatom csak azért is. Mondjuk sima követ. Stone, így. Abból elfogad 10-et is. Akkor meg tudom mutatni, hogy az első az lassan érkezik meg, aztán a többi meg gyorsan. Puty, 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 látjátok? Jó sok B. Na. De maradunk az egynél. Szóval, hát az előbb is, ha figyeltétek, akkor láttátok, hogy megnyom a gombot, A, várok, 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 és B. És akkor ez nem tudom mennyi hány repeater lenne, ki lehet számítani, sok, de ezt a számot ugye akár lehet nagyobbra is írni, legyen 10-szer ennyi, fél perc múlva legyen, tehát sokkal könnyebb átírni is, meg hát ennyi az egész. Hogyha több parancsot kell aktiválni, akkor értelemszerűen, akkor reston vonal, meg mellé, command blokkok. Tehát így, ilyen reston vonal, és akkor ide command blokkok. Így. Hogyha elfogyna esetleg a jel, akkor ugye bele kell rakni egy repeatert. És ugye ezért szoktam vaskardot használni, mert az 3-asat küld. Iron Sword, azt hiszem jól írtam. És akkor ez elvileg ideig is eljön, ez meg C-t fog mondani. Futtatom, ott van, hogy A. Tadam, tadam, B. Hopp, a cég nem jutott el, nem láttam meddig, de a cég nem. Most nincs a maskard. Akkor ideig eljön, ez lesz a V. Odaig még el. Ja. Szóval ennyi lenne. Hát ezt a pályát letölthetővé teszem. Hát szerintem így, ahogy van. De látjátok, hogy igazából egy blokkdata az egész. Itt a varázsmódszer az a transfer cooldown. Hát jó, meg az items is hozzátartozik, de szerintem azt ismeritek. Szóval így is föl lehet ezt használni. Tök menő késletet, és használjátok egészséggel. Leírás a linkben, a kézikönyv óvjon.